Néhány emberöltővel ezelőtt még ilyenek voltak a budapesti közlekedés legmodernebb eszközei. Az omnibuszt és a lóvasutat az autóbusz és a villamos váltotta fel. Az európai kontinensen elsőnek Budapesten épült föld alatti vasút. Az iparosodással együtt járó tömegközlekedés növekedése egyre nagyobb teljesítő képességű közlekedési rendszereket igényel. Előrelátható volt, hogy az úthálózat fokozódó zsúfoltságát a felszíni közlekedés bővítése helyett csak egy föld alatti közlekedési rendszer kiépítésével lehet csökkenteni. Így született meg a metró terve, és kezdődött el 1950-ben Budapest metró hálózatának építése. A budapesti metró első szakaszának vonalvezetését a tömegközlekedés fő irányai szabták meg. Így a föld alatti állomásokat nagyforgalmú csomópontokra tervezték. A távlati tervekben a kelet-nyugati, az észak-déli, majd a dél-budai vonal megépítése szerepelt. Elhatározták, hogy a város belső területén a metrót mélyen vezetik. A város alatt 1-2 méter vastag feltöltés, majd a pleisztocénkorban lerakódott homok és homokos kavics helyezkedik el. Ez a talaj vízáteresztő, omlékony, így alagút építés szempontjából kedvezőtlen. Alatta oligocén anyagot találunk, amely többnyire már lehetővé teszi az alagút építést. Ez sem jelent azonban teljes biztonságot. Sok helyen a vízbetörés és a laza anyag leszakadásának veszélye miatt az alagutakat légnyomás alatt kellett megépíteni. Ilyen adottságok mellett tervezték meg a vonal hosszelvényét. A metró építésének első fázisa a szellőző akna kiépítése. Ezen keresztül közelíthető meg az alagút építés munkahelye. Az aknákat az állomások és vonal alagutak mellé telepítik. Átmérőjük általában 6 méter. A pálya alagutak szintjén az aknákat később 20-40 méter hosszú alagutak kötik össze az állomásokkal, illetve a vonal alagutakkal. A talajviszonyok szerint többféle építési megoldás kínálkozik. A süllyesztéses módszert laza talajokban alkalmazzák. Ennél először egy acélvágóélt alakítanak ki. Erre nehezedik a betonból, vasbetonból vagy tübingből körgyűrű formájában kiépített aknafalazat. A vágóélen belül a földet kitermelik, miközben az épülő és ezért egyre súlyosabbá váló aknatest lefelé süllyed. A süllyedést az akna önsúlya segíti elő. A köpenysurlódás azonban a süllyesztési mélység növekedésével állandóan fokozódik, és ez végső soron határt szab az elérhető süllyesztési mélységnek. Ha a köpenysurlódás megnövekedése a további süllyesztést már nem teszi lehetővé, akkor az aláfalazásos módszerre térnek át. Az akna körgyűrű falazata alatt a talajt váltakozó helyen termelik ki, és a falazat építését részenként végzik el. Ez a módszer a tübing aknák esetében igen termelékeny és gyors eljárás. Elmarad a monolit beton alkalmazásánál elkerülhetetlen zsaluzás, betonbedolgozás és a kötési idő kivárása. Az akna egész falazata szerelési művelettel készül el.
aknaépítés utolsó fázisa a fenéklemez elkészítése, mely zárttá teszi a szerkezetet. Kedvezőtlen talajviszonyok esetén, talajvízszint alatt gyakran légnyomásos munkateret alakítanak ki. Ha a vízzel telt edénybe üres poharat süllyesztünk, a pohár nem telik meg vízzel, mert az összepréselt levegő a víz beáramlását megakadályozza. Ezen az elven működik a keszon. A vasbetonszekrénybe préselt, sűrített levegő távol tartja a talajvizet, így annak belső terében akadálytalanul dolgozhatnak a munkások. Az aknát légzáró födémmel látják el, és a födémbe légzsilipet építenek. A munkatérbe akkora levegő túlnyomást kell létesíteni, amekkora a talajban lévő víz nyomása. Így a levegőnyomás egyensúlyban tartja a víznyomást, és meggátolja annak beszivárgását a munkatérbe. A süllyedést kiváltó önsúlyterheléssel szemben a köpensurlódás, a vízfelhajtó erő és a vágóél ellenállás érvényesül. Az aknatest addig süllyed, amíg az ellentétesen ható erők egyensúlyba nem kerülnek. A süllyesztési folyamat az aknatest leterhelésével meghosszabbítható. A keszon különleges munkafeltételeket jelent. A munkatér megközelítése légzsilipeken át történik. A légnyomásos munka komoly fizikai megterheléssel jár, ezért a dolgozók állandóan orvosi felügyelet alatt állnak. A keszonban lévő 1-2 atmoszféra nyomás meggátolja a víz és a laza, folyós talajok betörését a munkatérbe. Ezt a módszert gyakran alkalmazzák vízszintes alagutak építésénél. A légzsilip védelme alatt együttemben 150-200 méter hosszú alagutat építenek ki. Az alagút hosszának növekedésével új légzsilip készül a fejtés közelében. Az acél kazán zsilipeket elemekből szerelik össze. A kéz zsilipen keresztül az új zsilip elemei átszállíthatók. Az aknák megépítését követő alagút építésre több módszer alakult ki. A klasszikus eljárásnak számító bányászati módszert rövid alagút szakaszok építésénél ma is alkalmazzák. A budapesti talajviszonyoknak a kuncféle módszer bizonyult a legtermelékenyebbnek. A kunc módszer esetén az alagút két félszelvényből épül meg. Először a felső fél alagutat építik ki acél mintaívek védelme alatt. Ezt követi hosszirányban eltolva az alsó félszelvény elkészítése. A talaj megtámasztására acél szerkezetű mintaíveket építenek be. A bányászati módszer korszerűsített változata minimálisra csökkenti a helyszíni ácsmunkát, és fa helyett acéltartókkal támasztja meg a talajt. Újabban a vaslemez szigetelést is előre elhelyezik, ezzel a szigetelés és a zsaluzás munkafolyamatát egyesítik. Ennél a módszernél az alsó félszelvény a már kész felső boltozat védelme alatt szakaszosan készül. A falazás monolit betonnal történik. A metró déli pályaudvar és Moszkva tér közötti szakaszán a kemény márga talajban a kőzetet robbantásos módszerrel fejtették. Első munkafázisként egy nagyméretű talptárót építettek. Ezen belül készült el a fenék boltozat egy része is. A déli pályaudvari állomás végén a vonatok fordítására kihúzó vágány alagút épül. A felső boltozat elkészülte utáni magfejtésnél a kirobbantott sziklatörmelék elszállításához fejfeletti rakodógépeket használtak. Ezt a műveletet követte a fenékboltozat építése.
A zsaluzat 3 mm-es vaslemezből készült, mely egyben víz ellen is szigetel. Az alagútfalazat elkészítése után utolsó munkafázisként a szigetelést megtámasztó belső vasbeton köpeny készült el. A másik alagút építési eljárás a pajzsos módszer. A pajzs nem más, mint mozgó ducolás. Egy belülről kimerevített acélhenger, melyet hidraulikus sajtókkal préselnek előre, miközben a hengeren belül, annak védelme alatt, előre gyártott elemekből összeszerelik az alagutat. A pajzs előrenyomása a kész, összeszerelt alagút gyűrűre támaszkodó hidraulikus sajtókkal történik. A metró Deák tér és Moszkva tér közötti szakaszát gépesítő pajzsokkal építették. A pajzsok beépített fejtő és rakodó berendezéssel, tübing szerelő darúval rendelkeznek, így minden munkafázist gép végez. A pajzs beérkezése a Moszkva térre jelentős esemény volt. Budapesten először épült gépesített pajzssal 2,5 kilométer hosszú, egybefüggő alagútszakasz, mely a Duna alatt is áthaladt. Sok emberben felmerült a kérdés, miképpen érik el, hogy a két egymással szemben fúrt alagút pontosan egymásba talál. A geodéták kitűnően dolgoztak, 5 cm-nél nagyobb hiba nem fordult elő. A geodéziai munka a felszíni hálózat kitűzésére kezdődik. Erre a hálózatra kötik a mélyen futó alagutak koordinátáit. A felszíni hálózatról a szellőző aknákon keresztül függőkön viszik le az irányokat, melyeket az alagutakban fix pontok elhelyezésével rögzítenek. Az aknákon keresztül a mélybe vetített felszíni hálózat pontjaiból sokszög vonalat fektetnek az alagutak szintjén. A szembe haladó sokszög vonalak találkozása szerves összefüggést teremt a felszíni és alagúti geodéziai hálózat között. A különféle szerkezetű metró állomások közül a háromhajós állomás volt az első típus, mely Budapesten megépült. A főváros változatos összetételű altalaja az állomási konstrukciók terén is különböző típusokat követel. Monumentális térhatású megoldásokra csak állékony talajokban lehetett gondolni. A Moszkva téren és a déli pályaudvarnál háromhajós betonállomások épültek. Az állékony talaj lehetővé tette, hogy a nagy keresztmetszetű állomási alagutakat bányászati módszerrel készítsék. Az öthajós állomás Budapesten került először megépítésre. Ennél a szükséges alapterületet 5 darab vonali alagút egybeépítésével alakították ki. Külföldön budapesti állomás típusnak is nevezik. Általában bányászati módszerrel épül, bár a Kossuth téri és a Batthyány téri állomásoknál pajzsos alagúthajtással kombinálták. Az állomások kijárata az egyik legérdekesebb és legbonyolultabb építési feladat. Budapesten a forgalmasabb csomópontokon a metró kijáratai az aluljáróba vezetnek. A Ferde alagút bányászati módszerrel, betonból vagy tübingekből épül szabadszereléssel. Az utascsarnok és a géptér a felszínről nyitott módszerrel készül, szádfalakkal megtámasztott munkagödörből vagy résfalas eljárással. Az állomás kijáratok építésénél korábban általánosan alkalmazott keszonos módszert a résfalas eljárás szinte teljesen kiszorította. Ezzel 2-3 hónappal lerövidül egy-egy állomás kijárat építése. Ugyancsak résfalas módszerrel épült a Szentendrei Hév Batthyány térre bevezető alagút szakasza a Dunaparton. A kész alagutakat vízzel telt talaj veszi körül, ezért a beton pórusain keresztül és az egyes szakaszok csatlakozási pontjain át sok víz kerülhet az alagutakba. Ennek megszüntetése érdekében az alagutakat szigetelni kell. A szigetelés első munkafázisa az injektálás. Ez a művelet abból áll, hogy az építmény és a talaj közé olyan anyagot sajtolnak, ami a víz járatait eltöríti. A legegyszerűbb szigetelési módszer a vízzáró vakolás, melyet főleg vonal alagutakban alkalmaznak, ahol nem kell porszáraz állapotot biztosítani.
Ennek gépesített formája a torkrét eljárás. Ezt használják az állomások vaslemez szigetelésének korrózió védelmére is. A vaslemez szigetelést utasterekben és üzemi helyiségekben alkalmazzák, ahol porszáraz állapotra van szükség. A vízzáró varratok minőségét vákuumszekrénnyel ellenőrzik, és a hibás varratokat újra hegesztik. A legújabban bevezetett szigetelési eljáráshoz PVC lemezeket használnak. Előfúrás után a lemezeket felszögezik a beton felületekre, majd a rögzítési helyeket foltokkal lezárják. A hézagmentesség érdekében a foltokat és illesztéseket forró levegővel hegesztik. Az öntött vas vagy vasbeton tübingekből készült alagutakat nem szükséges bélelni, mert a tübingek anyaga vízzáró. Ezeknél csak az elemek csatlakozását és a csavarlyukakat kell tömíteni. Erre a célra PVC szigetelő alátéteket használnak. A tübingek közötti illesztési hézagokat duzzadó cementtel tömítik. Ugyanezt az eljárást alkalmazzák a vasbeton tübingek szigetelésénél. Koncentrált vízszivárgás ellen ólomtömítés a leghatásosabb szigetelés. Az építés utolsó fázisa a vágányfektetés. A metró alagútjaiban pályafenntartásra csak az éjszakai rövid üzemszünetben nyílik lehetőség. Éppen ezért olyan felépítményi rendszerre van szükség, melyeknél a fenntartási munka minimális idő alatt elvégezhető. A fejlődés során a kavics ágyazatot beton ágyazat váltotta fel, majd az aljak is eltűntek. Mivel az új típusú felépítmény a forgalom alatt már nem szabályozható, ezért a vágányzatot már az építésnél kell véglegesen beállítani. Csak ezután kezdődhet meg a lekötés. Ennek során a másfél centiméter pontossággal előre elkészített beton ágyazatra sűrített levegővel működő célgéppel fújják ki a síncsavarok helyét. Ez a gép 3 perc alatt egyszerre 8 lyukat készít el. A lyukakba kellő előkészítés után epoxi gyantából készült habarcsot öntenek, mely később a síncsavarokat köti az ágyazó betonhoz. Az acél alátét lemezekre helyezett gumibetét a sínszálak rugalmas fekvését biztosítja. Az alátét lemezeket a műanyaggal kiöntött lyukakba helyezett síncsavarok rögzítik. A vágányfektetés utolsó műveleteként műanyag habarcsot döngölnek az alátét lemez és az ágyazó beton közé. Az így kialakított felépítmény kevés karbantartást kíván, és a műszaki fejlesztés sok eredményét egyesíti. A budapesti metró építésénél egyre inkább utat tör a korszerű technika, mely fontos feltétele a metróhálózat gyors megépítésének.